mint az alumíniumipari szakszerve, Ajkai alumíniumipari szakszervezet elnökével beszélgetek, és itt a szakszerten van a hangsúly, mivel rálátásod van szélesebb körű információkra, mint Ajka, tehát nyilván az országos vezetéssel is. Apropó, valamilyen tisztséget betöltesz ott? Hát ahogy ahogy a felvezetőbe utaltál, szerkesztő úr, az Ajkai Alumpium szakszervezetnek az elnöke vagyok, most már immár 17 éve első számú vezetője, és akkor még az Ajkai Alumpiumipari Szakszervezet egy hatalmas cégnek volt a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szakszervezete, és mi ezen a jogon meg tagja is vagyunk a Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének, és én ezen belül az alumipari szakágazatot vezetem, és így közvetlen az elnökségnek tagja vagyok most már ugyanennyi ideje. Nyilvánvalóan kélezett a hallásod a szakszervezetet érintő, vagy a dolgozókat, a munkásokat régi szóval érdeklő vagy érintő információkra. Egy picit ugorjunk csak vissza a múltba annyival, hogy ugyebár a rendszerváltás körül volt egy ilyen háttér törekvés, erre most olvastam erről irodalmat, vagy információkat, hogy földarabolják a nagyipari üzemeket, mert ugye amikor hallottunk régebben, most hülyeség, a Putyilov gépgyár, meg a többi, ott könnyű volt sztrájkolni, mert itt 5-10 ezer ember ugyanazt az igát húzta, és könnyű volt esetleg információt csinálni, föllázítani őket, vagy sztrájkba, utcára vinni őket. Ez ma már nem jellemző, mert sokkal kisebb üzemek vannak. Van ennek valamilyen, hogy is mondjam, gyakorlati igazolás, hogy a feldarabolás azért is történhetett, hogy a munkásság, a szakszervezeti tagok ne tudjanak összefogni? Hát lehet egy ilyen nézet, vagy aspektusa is ennek az egész folyamatnak. Az kétségtelen, hogy a rendszerváltást megelőzően a szakszervezet az talán egy kicsit a nyugati mintára létezett él, de azért mindenki emlékszik az a régi múltból ezekre az üzemi négyszövekre, ahol a szakszervezet is az egyik tagja volt, vagy egyik szöge volt ennek a négyszögnek, ugye a párt, a szakszervezet, a gazdasági vezetés, sőt abban az időben még a Hazafias Népfrontot is ebbe belevették. Tehát itt inkább csak ilyen szimbolikus szerepe volt a szakszervezetnek, vagy a szakszervezeteknek, de kétségtelen, hogy abban az időben alakultak meg. Én szerintem ez az utóbbi vélemény, hogy a nagy vállalatokat szétbontották, vagy szét. Ez inkább talán a rendszerváltást követő gazdasági struktúraváltásnak a következménye. Könnyebb volt értékesíteni a kisebb cégeket, mint nagy. Igen, kétségtelen. Hát, hogy volt-e ennek egy ilyen célzata is, hogy a munkavállalói érdekképviseletet egy kicsit háttérbe szorítsák ezzel a módszerrel, én talán ebben nem, annyira nem hiszek, de az kétségtelen, hogy minél nagyobb munkavállalói közösség dolgozik egy helyen, az annál nagyobb erőt képviselt. Ez talán analóg a ma is észrevehető, hiszen bármilyen kormányzati intézkedés ellen, a politikai intézkedéseket, vagy törvényi rendelkezések ellen, hogyha a köznép, ha fogalmazhatok így, felháborodik, akkor jönnek a demonstrációk és az utcai felvonulások, és ott is látszik, ott a hatékonyság a tömeg nagyságával mérik, hiszen minden egyes alkalom után egyevet se hallunk a televízióból, hogy hol mennyien voltak éppen jelen. Tehát a tömeg ereje ebben az esetben is megmutatkozik, és az, hogy nagy vállalatok szétmentek, ez talán a privatizációnak egyenes következménye volt, de ugyanakkor alakultak nagy vállalatok amúgy is. De maradtak, például az alumíniumipar területén tudom mondani, hogy ott volt székesfehérvári könnyűfémű, nagy vállalat volt, és ugye az alumíniumipari szakágnak mindig egy oszlopos szakszervezete volt a fehérvári könnyűfémű. A privatizáció után amerikai tulajdonba került Alcor, de ugyanúgy megmaradt, most is sok ezer főt foglalkoztat, és ugyanúgy egy erős potenciálja az alumíniumipari szakszervezeteknek. Most, mint a viszont kevesebb sztrájk felhívásról, sztrájkról hallanánk, és inkább ezek is elhalnak a tárgyalási szakaszban, tehát lehet-e manapság sztrájkolni, úgymond, mint annak idején mondjuk 80-as évek vége felé a bányászok tették Pécsen? Hát azért, hogy a folyamatot jobban megértsük, talán érdemes egy kicsit visszatekinteni. Talán, ugye mind az alkotmány, majd később, amit alaptörvényként apostrofálnak manapság már, nem pont ugyanaz, de azt a szerepet tölti be, is már rögzítette a sztrájkhoz való jogot, és tulajdonképpen az 1989-es törvényben volt részletesen szabályozva
Hát ugye ez közvetlen a rendszerváltást megelőző időszak, a szabályozva a sztrájk. Dariás idők voltak. Igen. Akkor kemény meghatározásokat lehetett tenni, mert nem tudták az emberek, hogy mire megy ki a dolog, és a követeléseknek is nagyobb súlya volt. Kétségtelen, hogy a rendszerváltást követően, mivel akkor már az alkotmány rögzítette, és a sztrájkra vonatkozó törvény is volt, meg akkor egyfajta ilyen felszabadultság vett az egész országon talán, vagy terjedt el. Na most vagy már meg lehet mutatni. Így van, és akkor valóban elindultak a komolyabb sztrájkok, és talán mindenki emlékszik a vasutasok görgülő sztrájkjára, a mozdonyvezetők sztrájkjára. Ez azért is tudom, jól ismerem ezt a helyzetet, mert például az autonómokhoz tartoztunk mi is annó, és akkor a Borsig féle mozdonyvezetők sztrájkolása. Voltak, de aztán a Borsig János vezetés alatt meglehetősen úgy mondták, hogy én opportunista lett a társaság, nem? Hát tehát ilyen előfordult, a többi eset, hogy a hatalom szájéze szerint. Húzta az időt. Így van, de alapvetően 2010-ig ez a törvény szabályozta a sztrájkhoz való, és akkor azért sokféle sztrájk volt sok helyen. Ugye a sztrájk az a végső, vagy a legerősebb érdekvédelmi eszköz. Ezeket mindig megelőzik előtte különféle egyeztetések, tárgyalások, tárgyalássorozatok, és amikor a két fél, itt ebben az esetben a munkaadó és a munkáltatók, vagy munkaadó és a munkavállalók képviselője, nevezetesen a szakszervezet nem jut hát közös nevezőre, akkor kerül elő a sztrájknak, mint eszköznek az alkalmazása. Általában hatékony szokott lenni. 2010-ig ez így ment. 2010 után, ha emlékezünk, egyrészt jött az alaptörvény, az alkotmány megváltozott alaptörvényé, de ez nem korlátozta még a szakszervezeti jogokat. Tulajdonképpen 2012. július 1-ével bevezették, behozta a jelenlegi kormány az új munkatörvénykönyvet. Ez már részletesen szabályozta a sztrájkjogot, és itt jelentős nehezítések mentek végbe, ez kétségtelen. Többek között bevezették a jogellenes sztrájknak a fogalmát, és ez korábban ez így nem jelentkezett. És a minimális szolgáltatási szintet. Ugye? Így van, aztán az előzetes egyeztetés kötelezettségét, az előzetes egyeztetési, együttműködési kötelezettséget, ez mind jogi kifejezések bekerültek ebbe a sztrájk törvénybe, és ez bár látszólag nem történt semmi, de mégis jelentősen korlátozta a sztrájkhoz való jogot, mert a jogellenes sztrájk fogalma az adott esetben alkotmánysértő is lehet, hiszen rá lehet bizonyos szempontokból húzni, hogy például a magántulajdonhoz való jogot is korlátozza vagy sérti adott esetben, és egy jogellenes sztrájk esetében akár a szakszervezet ilyen jelentős büntetésbe is részesülhet idézőjelbe, tehát jelentős hátrányokat tud okozni, adott esetben akár anyagi kártérítési kötelezettséget is előírhat. Itt hallottuk, hogy elbocsátottak dolgozókat, rájuk sütve, hogy jogellenesen sztrájkoltak. Bár a törvény védi ennek ellenére, ez szerintem törvénysértő volt, mivel szakszervezeti vezetőt ezért nem szabad elbocsátani. Ez egyértelműen törvény. Fogás módon kijelenti, hogy nem lehet. Másra kenik, és mégis elkezdik. Igen, más okokat talál. Volt, azt hiszem, a Suzuki gyárban volt erre például. Igen. De ilyen volt például, amiben én is tevékenyen részt vettem, például a Dunaferes sztrájk, vagy a Hankok, nem a Dunaferes, a Hankoknál, ugye a Dunaújvárosban. Autóadós gyár, ugye? Igen, a keletről érkező munkált, vagy tulajdonosok kevésbé értik ezt, hogy van egy ilyen sztrájk jog, amit Magyarországon is, meg talán az Európai Unióban egy általános jog, vagy éppen az Egyesült Államokban, ők kevésbé toleránsak ebben az esetben, de egyébként el kell fogadnunk a magyarországi szabályozás és törvényeket. Én szerintem ebben azért van valami változás, és ők is kezdik felfogni, hogy ez nem Korea, ez nem Japán, ez Magyarország és az Európai Unió. Most említett a munkatörvénykönyvnek a változásait, ami számosak az elmúlt években, de egy idő után rásütötték a rabszolgatörvény egyes passzusokra megnevezést, mivel ugye a munkaidő keretet fölemelték, ami azt hiszem azt jelenti, hogy évekig dolgozhat az ember túrában, anélkül, hogy kifizetnék neki. Ez például meglehetősen gyászos fejlemény volt. Most a pedagógusok mintha nyertek volna egy ügyben, vagy első fokon azt hiszem megítélték nekik, hogy visszamegy kifizetik az ügyeleti díjakat, mert ez jár nekik jogosan.
Ez rabszolgatörvény a rabszolgatörvény. A rabszolgatörvény nem feltétlenül kötöm össze a pedagógusoknak ezzel az jogot. Hát szerintem az alkotmányos jog, hogy ingyen nem dolgoztathatunk senkit, és ugye ebben az esetben ez történt a pedagógusok esetében. A 2012-es új munkatörvénykönyv után évekig mindig valami toldozgattak, fordozgattak a munkatörvénykönyvére, de talán mindenki emlékszik 2018. december 12-re. Talán. De majd ha mondom, hogy miért, akkor valószínűleg mindenkinek eszébe jut. Ugye a Kósa, most zárójelbe teszem, a Kupakos Lajos, itt talán elég jól definiáltam ki az egyik fél, a másik pedig egy szatmári Kristóf nevű országgyűlési képviselő, akik egyéni képviselői indítványt adtak be december 8-án, amikor pár nap múlva már egyébként az évi parlament idő tárgyalási időszak le is zárult volna. Egy éjszaka megálmodták, ezt tulajdonképpen a rabszolgatörvény a túlóra törvényre vonatkozott. Túlóra törvény, igen. Ez a törvény, ez a határozott, vagy szabályozott neve, az a rabszolgatörvény, az egy ragadvány név, csak így van. És megálmodták mindenféle egyeztetés nélkül, és be is adták, és arról szólt, hogy 250-ről 400 órára emelkedhet az éves teljesíthető túlóraszám, valamint a munkaidőkeret fogalmát bevezették, ami 3 éves időtartamra meghosszabbítható, vagy az lehet a maximális hossza. Ebbe tudni kell, hogy tehát az állandó délelőttös foglalkoztatóknál a munkaidőkeret alapból a törvény mindenféle egyeztetés nélkül a munkaadó számára lehetővé teszi a 4 hónapot, több műszakos vagy folyamatos munkarendben dolgozóknál 6 hónap. Az e fölötti vagy hosszabb időszakra vonatkozóan már kollektív szerződésbe történő megállapodást ír elő, így lehet 1 év, sőt az e fölötti időszak esetében például még hát ha jól emlékszem, talán a Békés megyei kormányhivatal engedélye is szükséges. Nincs rá precedens még, hogy 3 évig kihosszabbították volna. Ezt a törvényt aztán akkor óriási kihirdetését, óriási felháborodás követte, a parlamentben is nagyon komoly csetepaté alakult az ellenzék és a kormány. Itt Ajkán is volt tiltakozás, ugye? Ajkán is volt tiltakozás, meg az egész országban. Én emlékszem Szijjártó Péter szavaira, aki azt mondta, hogy Budapesten akkor megjelent ott a Kossuth téren olyan pár ezer ember, ami egyébként a jelenlévő rendőrségi szakértők szerint az olyan 30-40 ezer ember volt, de hát az is pár ezer, csak sok pár ezer, de a nagy felháborodás miatt aztán a törvénybe egy kicsi módosítást vittek be, mert a legelső verzió az volt, hogy a munkáltató a munkavállalóval direktbe a szakszervezet megkerülésével is megállapodhat. Ez ugye egyrészt azt szolgálta, hogy a szakszervezetek kompetenciáit jelentősen visszafogta volna. És ráadásul a kollektív jog mindig erősebb, mint az egyéni jog, és el lehet képzelni, hogy egy munkavállalót... Ezek könnyen kijátszani egymással az embereket. Egy munkavállalót a vezérigazgató behív az irodájába, és azt mondja, légy szíves, itt írd alá, hogy te vállalod a 400 órát, vagy adott esetben ez rendkívül esetben 100 órával meg is hosszabbítható, írd alá, hogy te vállalod, és akkor melyik lesz az a munkavállaló, már pedig ezt én vezérigazgató úr nem írom alá, és hát igen. Tehát általában... Föl is mondok azonnal. Azonnal, igen, így van. Hát nem így nem életszerű, persze. Nem életszerű, és az életben nem is így. Ha viszont egy szervezet, egy szakszervezet, amelyik tömeget képvisel, tárgyal ilyen szempontból a vezérigazgatóval kollektív megállapodás alapján, ott azért ez a dolog így nem tud működni. Tehát a felháborodás hatására kivették ezt, hogy a dolgozó egyénileg megállapodhat a munkáltató képviselőjével, hanem visszajött a szakszervezeti jogosítvány, és ezután a parlamenti képviselők alkotmánybírósági felülvizsgálatot kértek a törvény ellen, ami aztán, hát tudni kell, hogy ezt 2019. január 1-ével hirdették ki, és az idén május 1-ével meghozta a határozatát az alkotmánybíróság, tehát egy bő másfél év telt el, vagy majdnem másfél év telt el a törvény kihirdetését követően az alkotmánybírósági határozatra. Itt az alkotmánybíróság nem találta alkotmányellenesnek a rabszolgatörvényt, ellenben törvényességi mulasztást állapított meg 2 dologba. Az egyik dolog az, hogy adott esetben, hogyha megállapodik a szakszervezettel, most csak a példa kedvére egy 2 éves munkaidőkeretbe,
akkor, és közben a munkáltató felmondja a kollektív szerződést, a megállapodás előtti közösen szerzett jog, ami hogy az MT, illetve a KSZ-be vagy kollektív szerződésbe szabályzott, továbbra is érvényben maradnak, és nem törölhető el visszamenőlegesen, és a másik, hogy bármilyen hosszú is, tehát maximális hosszú is a munkaidő keret, akkor is egy évben belül el kell számolni, tehát a munkáltató köteles azon a munkaidő és a pihenőidő, tehát ugye ezek csak a normál munkaidő mellett túlórába dolgoztathatók le a munkaidő keretbe, vagy időbankba összegyűlt órák, és egy éven belül el kell számolni, és még volt ennek a törvénynek egy nagyon fájdalmas pontja, ami az volt, hogy a munkaidőkeret lejártát a munkáltatóba elszámolhat pénzben is, meg elszámolhat szabadidő biztosításában. Tehát azt jelenti, hogy ha mondjuk az első napokban dolgozik egy dolgozó, 3 év múlva majd kap érte 2 nap szabad napot. Ez egy szélsőséges eset, de ilyen is előfordul a törvény. Az alkotmánybíróság hát kifogásolta. Még nem tudok róla, hogy ezt hogy módosították, még csak májustól nem telt el annyi időszak, de olyan idő, de majd remélem, hogy fogja a törvény. Nem tudom, mennyire a rabszolgatörvény következménye, de hallottam most olyan esetről, hogy egy dolgozó munkáját akart változtatni, és pénzt követeltek tőle. Igen, ez napjainknak a ez témája. A törvény nem tiltja, mert ezt tartozásként kell elkönyvelni, hiszen utólag dolgoztathatja le a munkáltató. A törvény nem tiltja, és ezért egy-két munkáltató kitalálta, hogy hát akkor ez a röghözkötésnek idézőjelbe teszem egy újabb módja, mert most ha a példa kedvére egy munkavállaló normál esetben egy hónapban kb. 173-174 órát dolgozik, most akinek összegyűlik most adott esetben akár 400 óra túlóra, az több mint 2 havi teljes fizetés, lehet ma számolni, az átlag fizetések 3-400 ezer forint körül mozognak, az 6-700 ezer forint tartozás, ha úgy tetszik, a munkáltató felé, és ez sérti a szabad munkahely munkavállalási jogot is. Melyik az erősebb akkor? Így van. A kormány érezte, hogy itt hiba van, és ugye azonnal elrendelt a Innovációs Minisztérium egy vizsgálatot ebbe az ügybe. Még nem volt ilyen, de a szakszervezetek természetesen azonnal tiltakoztak. Én bízom benne, hogy ezt akkor kógens módon leírva is meg fogják tiltani, hogy a munkáltató ilyet tegyen. Tehát kötelező módon változtatás nélkül be kell építeni ezt. Mert a mai szabályozás, az általánosan ismert szabályozás az, ha lejár a munkaidőkeret vége, és a munkáltató nem tudta ledolgoztatni az időbankba összegyűlt óráját, akkor az a munkáltató számára elveszett. Igen. De hát ugye, bocsánat, azt akartam még mondani, a munkáltató feladata, hogy a munkavállalónak munkát biztosítson, és a dolgozó nem, ez egy hitel egyébként, a dolgozó pedig ezt a hitelt nem kérte, tehát ilyen alapon nem, hogy mondjam. Érheti hátrány emiatt. Így van, szó szerint, igen. Akkor most húzunk egy ilyen vízszintes vonalat, és beszéljünk a minimálbérről, ami szintén érinti a szakszereti munkát, vagy életet, vagy dolgozókat, vagy munkásokat, ha tetszik. Ugyebár kaptunk egy ígéretet arra, hogy jövőre 200 ezer forint lesz a minimálbér, gondolom ez bruttó 200 ezer forintot jelent. Milyen zavarokat okozhat a minimálbér emelése? Mert ugye az emberek közül legtöbben gondolom, 80% azt gondolja, hogy jó, emelkedik a minimál, mert több pénz lesz a zsebembe, automatikusan szinte semmit sem kell csinálni, érted csak azt, amit eddig csináltam. De ha közelről megnézzük ezt a kérdést, már fölvet problémákat. Például még egy kitérő gondolat, ugye a minimálbér emelkedést is szívesen hasonlítják egyes gazdasági szakemberek a Gyurcsány kormányok minimálbéréhez, amikor nem adózott a minimálbér, most viszont adózik, tehát igazából körtét az almával próbálnak összehasonlítani, aminek csak gyomorrontás lehet a vége, de maradjunk abban, hogy a minimálbér most emelkedik. Kétségtelen, hogy ez a két dolog nem összefüggő dolog. A minimálbér, mint közgazdasági fogalom már a 2000-es évek elején az ILO, ez a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet javaslatára került bevezetésre. Az Európai Unió minden országában, vannak országok, ahol ez nincs, mondjuk európai, de unión kívüli országok, ahol ezt nem vezették be. Ugyanis ennek az eredeti célja az volt, hogy a munkavállalókat valamilyen szempontból védje a bérvonatkozásokat,
gondolkodásába. Ugye az előbb említett sztrájk meg egyébben a munkaadó sokkal nagyobb potenciál és érdekérvényesítő képességgel rendelkezik, mint a munkavállaló. Hát ez természetes. Pénze van, ügyvédjei vannak, ráér, és így tovább. Ez a felzárkóztatás volt ennek a célja, hogy a munka a szegény, alacsony keresetű embereket minél előbb fel lehessen hozni egy átlagos, elfogadható életszínvonalra. Magyarország is belépett 2000-es évek elején ebbe az ILO szervezetbe, és bevezette a minimálbér fogalmát. Kétségtelen, hogy az elején másképp kellett ezt gondolkodni, hiszen a Gyurcsány kormány idején egy több lépcsős, egy több sávos adórendszer volt, és ott a minimálbér valóban nem volt adott köteles, de ugye ebből a szempontból mindig az a fontos, hogy a dolgozónak a zsebébe mi jut be, mi az, amiből elmehet boltba is vásárolni. Ezt a minimálbér, mint szabályzási eszközt minden évben újra és újra tárgyalják a szakszervezetek és a munkaadók, és harmadik félként mindig ott van a kormány, amelyikor a két fél nem tud egymással megegyezni, akkor a kormány a törvény erejénél fogva rendelkezik. Volt rá erre példa, hogy nem tudtak megegyezni. Most például a legutóbbi minimálbér emelésnél is volt nagy húzavon, a kormány meghallgatott, én úgy emlékszem, és ilyen 3,5% körül, 4,5% között mozogtak a kérések és ajánlatok vagy igények, most meg puff 20%. Tehát ez milyen érdekes, ugye? Valószínűleg ez is összefügg azzal, hogy választási év következik 2022-ben. Ha most csak egy évre tekintek vissza, 2021-ben, ugye decemberben, ami mindig megtörtént, nem tudott megegyezni a kormány és a kormány, illetve hát ez a három szereplő a minimálbér fogalmával, nyilván szakszervezetek. Első körben még december elején, vagy novemberben 8% volt a szakszervezeti követelés, a munkaadók ez 2,5-3-ra, ennek lett a végeredménye az, hogy a kormány végül is... Két lépcsőben, ugye? Így van, nem, hanem először február 1-ével 4% került bevezetésre, hát ugye az éves kitekintésben, ugye, mert 12 hónapban, ez már eleve 3,1%, 3-7 körül van ez az érték, és volt egy ígéret mellette, hogy 1% júliusban újabb 1%-kal növekedhet a minimálbér, amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek. Nyilván itt a gazdasági teljesítésre vonatkozott, és ennek volt az egyik feltétele az, hogy ezt a munkaadók kérték, hogy a kormány egy újabb 1%-ponttal csökkentse a szociadót, vagy szociális hozzájárulási adót, ugye. Na most a kormány ezt elsinkofált, ezt az 1%-ot, ebből következően munkaadók se egyeztek vele, és így maradt ez a 3,7% éves kitekintésbe 2021-be. De hogy választási év következik, az abból is látszik, hogy már az idén nagyon korán, tulajdonképpen már október elején megindultak a minimálbérre vonatkozó vélemény, nyilvánítások, ötletek, javaslatok. A kormány mindenkit megelőzött, gondolom, a elképzeléseiben, még a szakszervezeteket is. Így van. És most írunk ugye október elején ez leült a három fél tárgyalni. Ez egy VKF nevű szervezetnek hívják, ez a versenyszféra konzultációs fórum, ahol a munkaadókat két szervezet képviseli, a VOSZ, ugye ez a Vállalkozók Országos Szövetség, és a GYOSZ, az a Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szakszervezeti oldalt, tehát a munkavállalói oldalt, a MASZ, ugye a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Liga, és hát ott van a munkástanácsok, még néhány résztvevő jelen van. Talán itt érdemes megemlíteni, hogy a korábban, a 2015-i időszakban működött még egy úgynevezett országos érdekegyeztető tanács, amit a 2010-es választások után a Fidesz megszüntetett, felmondott, és létrehozta egy ilyen szociális egyeztető fórumot, amit felhigított. Hát azt nem, hadd ne mondjam, hogy milyen szervezetekkel, mert senkit nem akarok bántani, de azt gondolom, egy vallási szervezetnek nincs ilyen
ilyen helyen semmi, vagy ebbe a körbe semmiféle szerepe. Mivel a pénz, hogy a bitankasszáról nem esett szó, mondom ezekben a fórumokon. Tehát minden rendben van velük, csak a versenyszféra dolgaiban, például a bérviszonyaiban mondjuk kevésbé tudnak beleszólni, de hát végül szavazati joggal. A higítás, ugye azt ismerjük az Alkotmánybíróság esetén is, meg sok esetben megtörtént ez, mint módszer, de ez csak kitérő. Tehát végeredményben október elején akkor elhangzott az a bizonyos, hogy akár 20%-kal is megemelhetjük. És tényleg a kormány úgy néz ki, hogy határozottan a törvény erejénél fogva 20%-kal. Még hitelt is vett fel hozzá. Sőt, most legutóbbi napok fejleménye, ugye az önkormányzatok tiltakoznak, hogy az ő kontójukra az iparizési adó elengedésével teremti a kormány ennek a forrásait. Igen, hát ez majd egy... A kérdés, hogy persze, hogy melyik pénz miből, vagy címkézve, de hát... Körülbelül azonos nagyságrendről van szó ezek szerint. Hát, kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy ugye most 2022 évelejétől vissza lehet igényelni a 25 éves alattiaknak a személyi jövedelme adóját, és egy csomó más, tehát olyan bonyolult lett az adórendszer, hogy ez egy egyszeri, egy biztos, hogy nem sörül átét. Az látszik már ebből. Tehát ez a célkitűzés, 2010-es célkitűzés, messzire kerültünk hozzá. Szerintem sokkal egyszerűbb lett volna, ha visszakerül az a bizonyos több pulcsos adó. Itt adószakértők mondanak 4 pulcsos adót is, ahol a minimálbér eleve nulla, meg ugye a rendkívül magas jövedelmeknél is más adópulcsa. Hát majd egyszer konszenzus lesz ebbe is, de pillanatnyilag a minimálbér, mint szabályozási eszköz az még él, és be is és működik, és minden bizonnyal most a sorozatos tárgyalások során az látszik már, hogy a 260 már kő, ez bruttó bérről beszélünk, ez kőbe lesz vésve. Még vita volt ezelőtt egy-két héttel arról, hogy esetleg a garantált minimálbér, ugye, ami a szakmunkások és a magasabb végzettségűek minimálbére, mennyi lesz, jelenleg az 219 000 forint, az ugyanezzel a mértékkel fog emelkedni, 260 000 forint körül várható. És mit fog ez okozni, hiszen... Hát ez a nagy kérdés. Van, aki most minimálbért kap, van, aki egy picivel a minimálbér fölött kap, hogy járnak ők, vagy mi lesz velük? A munkáltatók azt mondták ezen az utolsó egyeztetésen, hogy ők el tudják fogadni ezt a 20%-os emelést, de ehhez kérnek ellentételezést a kormánytól. 8%-os közteher csökkentést kértek, amiből ugye a tavaly végre nem hajtott 1% már eleve megvan. Nem mondom kétszer, hogy nem elszándékosan húzta el a kormány ide, hogy itt már mint eszköz figyelembe vegye. Kilát bele a boszorkány konyhája. Így van, 1,5% ugye a szakképzési hozzájárulás, a kormány 2022. január 1-től el fogja ezt engedni, akkor 1,5 meg 1, ez már 2,5, most a 8-ból számolunk vissza, igen, és akkor újabb 0,5%-ot a szocióból a kormány már beígért, tehát idáig úgy néz ki, hogy a 3% megvan, most már csak még egy-két talán valamilyen kedvezményt még innen-onnan összeszednek, de úgy néz ki, hogy a munkáltatók a 8-at nem is, de az 4-5 vagy 4-6% közti köztehercsökkentést meg fogják kapni ellentételezésként, és akkor hát bevezetődik, vagy bevezetik 2022. január 1-től az előbb említett számokat, a 200 és a 260 ezeret. Ez nagyon jó azoknak, mert egy csomó munkáltató van azért, aki ezen a szinten dolgoztat, hát minimál béren. És egyfajta ilyen kényszer, mert azért minden vállalatnál kialakul egy struktúra. Ki milyen beosztásban van, ahhoz azért a hozzáadott érték alapján egy bér struktúra, egy bérskála alakul ki. Na most ez a rendszer azt okozza, hogy amivel a minimálbér megemelkedett, az alsó határértéke betoljuk ebbe a sávba, azaz igen-igen erős bértorlódás keletkezik. Na most én már hallottam sok olyan hangot, hogy egy csoportvezető, aki eddig most a példakedvéért keresett mondjuk 20-30 000 bérrel többet, mint a nála beosztott dolgozó, most akkor kiegyenlítődik a bérük, és lemondanak a beosztásról, a felelősségvállalásról, és a munkáltató ezt meg akarja emelni, akkor kénytelen. A minimál bér az csak azt szabja meg, hogy mennyi a minimum bér, de hogy ha 1 forinttal fölötte van, arra már nem vonatkozik már nem ez. És akkor a bértorlódást, hogy kicsit kompenzálja, megkezdi a
fölötte lévő sávba, fölötte lévő fizetéseknek is egy picit a javítását. Ebből a szempontból egy hajtóerő, hogy azért egyébként segíti a szakszervezeteknek a bérrel kapcsolatos tárgyalásait. Mennyire népszerűek manapság? Ezt úgy pihentettől kérdezem a szakszervezetek, tehát mekkora a szervezettség az ipari üzemekben? Lehet erre valamilyen rálátásunk? Hát a nyugat-európai általános szervezettség olyan 6-8, vagy, tehát kisebb, mint 10%. Magyarországon még a múltból át, ahol még megvan a régi szakszervezet, mint például nálunk is, ott azért a szervezettség a 30-50% körül mozog. De kétségtelen, hogy van egy olyan tendencia, hogy a fiatalok, talán én azt gondolom, hogy az iskolai oktatásban sincs ilyen markánsan megjelenítve a szakszervezet, mint munkavállaló érdekképviseletnek a szerepe a társadalmi közéletbe, és talán ezért a fiatalok egy kicsit úgy távol maradnak. Hát azért általánosságban az alacsony végzettségűeknek a szervezete, ha így fogalmazhatok, a szakszervezet, hiszen egy diplomás sokkal jobb, saját magát sokkal tudja, jobban tudja önérvényesíteni, hiszen mások a kompetenciái, és a fiatalok meg azért most, hogy bekerülnek az utóbbi időkben, én legalábbis azt tapasztalom, hogy azért szép lassan, de megjelenik az utánpótlás, hogyha mi idősebben kilépünk, majd ebből ezeknek a szervezeteknek az éléről lesz azért, lesz, aki tovább fogja vinni. A hátország. Lesz hátország. De nyilvánvalóan továbbra is a nagyobb üzemeknek a sajátossága marad a szakszervezeti szervezettség. A kis vállalkozások, pár létfőt alkalmazó gazdasági társaság nem igen alakítanak szakszervezetet, vagy hát beléphetnek erre vannak, valamilyen vannak szövetségbe? Erre vannak módszerek, tehát a nagyobb vállalatoknál működő szakszervezetek, azok önálló jogi személyként, saját bejegyzésben, mint például mi magunk is, tehát mindenféle szervezettől függetlenül önálló jogi személyként működünk az alapszabályunkban meghatározott vállalatoknál, jelen esetben állunk ugye korábban a MAL, most az újonnan alakult Szilkem cég, vagy a Löbelier, IC profil, tehát a terület. Na most a kicsi vállalkozások, a mikrovállalkozások, vagy középvállalkozások, ahol akár 4-5 fő alkalmazott van csak, ezeknél ilyen területi szerveződés jön létre, tehát nem alakítanak önálló jogi személyt, de származtatottként egy ilyen területi szakszervezethez betagozódnak, és akkor kívülről jön az a segítség, amit megkaphatnak. Tehát mondjuk, ha egy munkavállaló, aki szakszervezeti tag is, egy területi szakszervezeti szövetségnek a tagja, úgy érzi, hogy mint munkavállaló sérülnek a jogai, akkor szakszervezet tud segítséget nyújtani, akkor is annál az adott üzemnél nem működik szakszervezet? Igen, egyetlen egy feltétele van, hogy el kell érni a reprezentativitást. Ez magyarul azt jelenti, hogy ha van egy ötfős vállalat, tehát egy ember nem dönthet, hogy akkor 5-nek a 10%-a, ugye hát az fél ember, hát az elég nehéz. Tehát ha már egy ember belép, ott már reprezentatív a szakszervezet, mert 10% a vállalkozás összes alkalmazotti számának, ha 10%-át meghaladja a tagok száma, akkor már kívülről is felléphet akárki más az érdekükbe a munkaadónál. Igen. Most nem kötelezőre válaszolni, de befejező kérdésem az lenne, hogy hogyan készülnek a szakszervezetek a jövő évi választásokra? Van-e valamilyen közös stratégiájuk vagy elgondolásuk, hogy melyik oldalra állnak, vagy tudnak-e mozgósítani embereket, szakszervezeti tagokat bizonyos célok érdekében? Ez egy kedvenc témám. Itt a rendszerváltást követően elég jelentősen... Annélkül, hogy rájuk kennék, hogy a valakinek a valakijei. Igen, pontosan ezért megjelentek ezek a fajta vádak, hogy a szakszervezet politikai szerepet vállal. Na most a szakszervezet egy gyűjtőszervezet. Éppen úgy van benne jobboldali, balközép, konzervatív, vallási, bármilyen származási szempontból tök független gyűjtőszervezet. Tehát bárki lehet tagja, aki önkéntes alapú és tagja akar lenni, lehet. Na éppen ezért itt erős politikai elkötelezettséget nem lehet. Viszont mindent lehet, ami ügyek mentén. Nevezetesen az előbben korábban beszéltünk a rabszolgatörvény ellen. Valóban az utóbbi időkben kezdenek a szerepe egyre inkább jelentős lenni, hogy ha azok a pártok, amelyikek kiállnak a rabszolgatörvénybe a szakszervezeti jogokért és így tovább,
azokat támogatjuk. De ebbe az egy ügybe. Az, hogy aztán ők milyen politikai hatalmat tudnak szerezni, az már egy más kérdés. Kétség, és mindenki egyébként is minden szakszervezeti tag színe és szimpátia szerint szavaz, tehát ebből a szempontból nem lehet kötelezni senkit semmire. Ügyek mentén igen, lehet bizonyos politikai tömörülésekkel együttműködésbe, de az nem a politikai hatalom megszerzésére irányul. Pat Ferencnek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Nagyon szívesen.